A tabellán 10. Szeged a már kieső 11. Budaörsöt fogadta a Simple Liga 22. fordulójában. A két csapat őszi találkozóján 3-2-es budaörsi győzelem született. Ráadásul Horváth Ferenc együttese az előző fordulóban nagy meglepetésre 4-1-re legyőzte az Asztrát. Tulajdonképpen márciusban óta nem játszottunk idegenbe meccset, lehet, hogy azért az utazás is egy kicsit betett nekünk. Az utóbbi 2-3 meccsünk egyébként jól sikerült, tulajdonképpen minden héten ugyanazzal a kezdő 11-jel állunk fel. Azt, amit elterveztünk, az kezdett működni úgy körülbelül 6-7 fordulóval ezelőtt. Már szépen lassan működnek azok a dolgok, amin dolgozunk. Mindenki nyilván jobban akart, és nem akart a tabella végén zárni a szezont. Ez minden lánynak köszönhet, aki itt van. A találkozó 12. percéig kellett várni az első nagy helyzetre. Ekkor a sötétmezes Szent Mihály szerezhetett volna vezetést, Szabó Dóra vihette ugyanis kapura a labdát a jobb szélen, azonban lövése elkerülte a hosszú alsó sarkot. Pár perccel később újra helyzetbe került a házigazda. Ivan a Trbojevic használta ki a hazai védők figyelmetlenségét, a kimozduló kapust átemelve megszerezte a vezetést a szegedieknek. A 24. percben már 2-0-ra vezetett a Szent Mihály, ismét Trbojevic talált a hálóba. A szerb támadó Sanda Malešević passzával lépett ki, majd egy cselt követően higgadtan gurított a kapuba. A következő hazai helyzetre nem kellett sokat várni. Szabó lépett ki megint a jobb oldalon, ezúttal kaput talált a lövése, viszont csapózó érésen volt, így a gól elmaradt. A 34. percben aztán csak összejött a találat a szegediek szélsőjének. Szabó egy baloldali beadás után továbbította a labdát a jobb alsóba. A félidőben így 3-0-ra vezetett a Szent Mihály. A bal szélen megindították a szélső védőnket, és ő beadta. A csapattársam, a csatárunk mellett, vagy előtt elment a labda, én megérkeztem második hullámmal, és bepattant, berúgtam. Fejben nem voltunk meg. Azért nehéz, tehát amikor már úgy kiestünk, még a hazai meccset megnyomtuk, odafigyeltünk, most egy kicsit fejben nem igazán voltunk meg, nem tudtuk odarakni magunkat, valahogy már egy kicsit feladtuk. Próbáltunk beszélni erről, hogy szünetbe is, meg a mérkőzés volt, és hogy csináljuk végig becsülettel, hogy küzdjünk, hagyjunk. Másik fél egy kicsit azért rendeződtünk, ott egy kicsit már visszajöttünk a meccsbe, de hát abszolút az első fél az nagyon-nagyon egyértelmű volt. A második játékrész elején ismét Szabó volt a főszereplő, előbb labdát szerzett az ellenfél 16-osán belül, majd 11-est harcolt ki csapatának. A labda mögé a csapatkapitány Malešević állt oda, és értékesítette a büntetőt, 4-0. Egy csapat jött, akinek már nem volt tétje. Igazán csak nekünk volt tét, hogy ne a tizedikek legyünk, szerettünk volna minél előbb végezni, úgyhogy megpróbáltunk minél több gólt lőni. Az első fél időben teljesen szét voltunk esve, ezt az edző is mondta a fél időben, hogy egyszerűen nem találtuk a helyünket, amivel teljesen egyetértek. A második fél időben próbáltunk változtatni, jöttek is a lehetőségek, a helyzetek. Az 57. percben már 5-0 volt az állás. Egy jobb oldali szögletet követően nem tudtak felszabadítani a budaörsi védők, ezt pedig megbüntette a Szent Mihály, egészen pontosan Sovány Dorina, aki két ember között gurított a hálóba. A magabiztos vezetés fényében némileg átadta a területet ellenfelének a Szeged, ez pedig vendéghelyzetekben is megmutatkozott. A 60. percben Balázs Hegedűs Réka próbálkozhatott kétszer, azonban Anastasia Krstovic kétszer is hárított, másodszorra pedig a labda sem pattant ki róla. A 72. percben szabadrugáshoz jutott a budaörs, Berencsi Boglárka lövése a kapufán csattant, a kipattanó viszont Palina Hirhitzhez került, aki egy átvétel után óriási gólt lőtt a rövid felsőbe, 5-1.
A végszó a Szent Mihályé lehetett volna, azonban Nagy Lilla Trbojevic fejese után nem talált el a kaput ígéretes helyzetből, így az eredmény nem változott. Mi nagy izgalomban érkeztünk azért az NB1-be. Elején tapasztaltuk, hogy ez azért ez más szint, és itt más jellegű játékra van szükség. Próbáltunk fölvenni a tempót. Volt, amikor sikerült, voltak már biztató jelek, de igazán még nem vagyunk ezen a szinten. Sikerülhetett volna jobban is ez a szezon. Sok olyan meccset vesztettünk el, amit meg lehetett volna nyerni. Hát nyilván új szezon, új lehetőség. Mi is a legjobbat akarjuk kihozni az egészből. És most lesz egy kis pihenés, utána belevágunk a melóba és csináljuk tovább. NB2-be fogjuk folytatni. Úgy néz ki, hogy sikerül a csapatot megtartani, úgyhogy mindenféleképpen szeretnénk feljutni. Sokat tanultunk ebből az évből, mint vezetőségen, és a csapat is rengeteget tanult. Szeretnénk ezeket a hibákat már az NB2-ben úgy építkezni, hogy ez már a következő szezonra már jó legyen, úgyhogy mindent megteszünk. Az idei bajnokságot illeti, úgy gondolom, hogy az első négy az egy külön bajnokságot vív, és az összes többi csapat az körülbelül egyforma képességű. Most ugye majd még folytatjuk két hétig az edzéseket, utána a lányok elmennek egy holnapos pihenőre, és utána kezdünk készülni a következő szezonra. Mindent megtettünk, télen erősítettünk, próbálkoztunk mindent bevetni, minden taktikát. Úgy gondolom, hogy ez inkább a szezon végére jött ki. Ez van, sajnos jön a nyár, jön a szünet, kipihenjük magunkat, és meglátjuk a további folytatást. A Szent Mihály 5-1-es győzelmével és a közvetlen riválisok vereségeivel végül a 7. helyen zárta a bajnokságot, míg a Budaörs újoncként 2 győzelemmel, 4 döntetlennel és 16 vereséggel búcsúzott az első osztálytól.